A Vajdaságban élő ruszinok legtömegesebb és egyik legjelentősebb kulturális rendezvénysorozata már 52 éves múltra tekint vissza. Pénteken Barna Lídia ikon és képkiállításával nyitották meg. A közönség ezután a 45. Cservene Pupcsa nevű gyermektalálkozó programját élvezhette, amelyen 12 új zenei szerzeményt mutattak be. Tegnap megnyílt a kirakodóvásár, amelyen 60 kézműves népművészeti és hagyományos használati tárgyaiból válogathattak az érdeklődők. A Cservena Rózsa tegnap esti műsorában számos hazai és külföldi énekes és zenész, valamint néptánc csoport lépett fel. Ma este zárul a fesztivál, többek között azzal a dalversennyel, amelyen a legszebb hangú fiút és leányt keresik majd.